A napokban mintegy 150 fát ültettek el a Közpark Kft. Munkatársai kerületszerte. A Pannonia út mentén kezdődött a több napos faültetési akció, ahol két fát, egy gömbakácot és egy hársfát ültetett el közösen Gajda Péter polgármester, Parócai Anikó önkormányzati képviselővel, valamint Varga Attila és Vincer György alpolgármesterekkel. Idén közel 300 fát ültetünk ebben az akcióban a Közpark Kft. Munkatársaival együtt. Hát egyrészt azért fontos, mert a kerület számára mindig fontos volt a zöld program, ugye ezt 2006-ban indítottuk el, és sok ezer fát ültettünk az elmúlt években a zöld program keretében. Volt, hogy szülőkkel együtt, volt, hogy csak így simán egyébként a Közpark Kft. Munkatársainak javaslatára. Tavasszal közel 300 fát ültetnek közösen a Közpark Kft. Munkatársaival, ebből az első 50-et a kerületiek javaslatára. A Közpark február végén meghirdetett egy akciót a közösségi oldalán, ahol hozzászólásban lehetett szavazni egy-egy fa helyéről. Gömbakácfát, hársfát, gledicsiát és vérszilvát ültettek több helyre. A Katica utcába és a Fő utcába vérszilva került. A fákat a Közpark Kft. Szakemberei gondozzák majd.